Amikor már azt hisszük a poggyásszal, hogy nekünk nem lehet újat mutatni, akkor az ember gyereke alá raknak egy bringás szapot, amit még életünkben nem láttunk. Alattunk a Bodrog, felettünk a tokai kék ég, körülöttünk ez a gyönyörű táj, innen jelentkezik ma a poggyász, de lesz még Ausztria is, azzal kezdünk, tartsanak ma is velünk! Tokaj előtt maradjunk még kicsit Ausztriában, a múlt héten Burgenlandban jártunk, megnéztük Podersdorf pátfalu menő strandját az új játékokkal, bebarangoltuk a kismartoni Eszterházi kastélyt, az égig emeltük adrenalin szintünket egy családi vidámparkban, Ruston pedig ebben a tündéri fertőtó menti kisvároskában gólyákat figyeltünk, és élveztük a bringázást a színes házak között. Este pedig a fertőtó látványával aludtunk el, innen folytatjuk tovább. Ürlény megy előttem, hol van? Early in the morning, when the sun is shining. Lucmansburg, vagyis Locsmánd, egy hely, ahol a 21. század technikája belopódzott egy fürdő életébe. Magyarul a hagyományos vízi élmények tovább fokozhatóak egy speciális VR, vagyis virtuális élményt kínáló szemüveggel. Először az atlantiszi utazást, illetve úszást próbáljuk ki. Egy csodálatos víz alatti utazást fogsz látni, melyet egy fóka fog követni, illetve te követed a fókát, sok érdekes dologgal fogsz majd találkozni. Azt mondom, hogy nekem, hogy ez minek a víz? Ez az élmény miatt a víz, az élmény része, az, hogy a lebegés, amikor tényleg úgy érzed, hogy csak lebegsz és nincs gravitáció. Csak még egyet mondj meg, kell-e meglepetésre számítanom? Például elkap egy örvény, nekem támad a fóka, vagy valamire kell ilyenek? Két hatalmas pókot fogsz majd látni. Ez egy kicsit félelmetesebb, mint valójában a pókok szerintem, de meg fogsz küzdeni velük. Viktor, bejönnél helyettem akkor, jó? Tehát, hogy most már ezt tudom, akkor kösz. Az úszás a tenger mélyén, a színes világ, amik kitöltik a látómezőt, a víz alatt mozgó lények, a félelmetes pókok gyorsan elfeledtetik, hogy valójában csak egy medencében lebegünk, derekunkon habszivacs övvel, ami a víz felszínén tart. Igaz, az utasítás az volt, hogy úszni nem szabad, de azt nehéz megállni, hogy a búvár ne kapkodjon az ide-oda cikázó víz alatti élő lények után. Persze a burgenlandi vizeket nem csak a VR szemüvegben lehet élvezni, az 1000 négyzetméteres fürdőben könnyű elveszni anélkül is. Azt a kutyapát! Jézusom! Nincs talaj a lábam alatt! Az űrben megyek! Legalábbis úgy néz ki, mintha az űrben mennék! Itt a Szaturn!
Nyilván áradozhatnánk, hogy a napsütés és a kéken csillogó víz micsoda élmény, de az a helyzet, hogy az igazi őrületet a különleges szemüveg adja egy csúszdával kombinálva. Itt már van elmozdulás, de amíg a testünk egy csőben megy lefelé, a szemünk azt látja, hogy sosem volt világokban száguldunk úttalan utakon. Sebesség lesz, itt lehet látni, csak gyors! Veszélyes vizek után békésebb sinekre evezünk, illetve tekerünk át. Már körülbelül 10 év óta nem járnak itt vasutok, régen ment személyvonat, meg tehervonat is, és utána ezt kiépítették egy ilyen látvány hajtánytúraként. Ez egy 23 km hosszú szakasz. Lehet, szóval páros napokon egyik irányba hajtott, páratlan napokon a másik irányba, ez Felsőpulya, Oberpullendorf és Neckenmark között működik. És hát ez egy olyan két-két és fél órás program maga a tekerés, de ugye úgy éri meg, hogy egy egész napos túrát csinálsz belőle. Meg lehet állni több helyen, van több játszótér, piknikezőhely, étterem, ahol lehet ebédelni vagy uzsonnázni. A család létszámától függően lehet választani a kocsik között a 4 személyestől egészen a 12 személyesig. A kislányok Emma és Anna például egész jól szórakoznak, miközben az anyukák Ella és Suzy bőszen tekerik a pedálokat. Itt, ahogy látod, fel vannak mutatva a megállóhelyek. Mint a metróba. Pontosan, igen, csak nem mondják be előre. Például Lakenbachban van ugye a Eszterházi kastély. Igen, az Eszterházi kastély. A hajtányunkat az egyik állomáson csak félre kell húzni a sínről, és már mehetünk is megnézni a közeli Lakenbachi kastélyt. Az Eszterházi család egyik legrégebbi rezidenciájaként ismert reneszánsz stílusú kastély Közép-Burgenland egyik éke. Ma múzeum és szálloda kertje tökéletes piknik helyszín. Ezekkel az idilli képekkel búcsúzunk Burgenlandtól és Ausztriától. Mindjárt hazai tájakon folytatjuk a podgyászt. A rovat együttműködő partnere a Magyar Turisztikai Ügynökség. A vízen biciklizés ős bemutatója. Oh,
Ahogy adásunk elején is mutattuk, különleges jószágot próbálunk éppen a Bodrogon Tokaj közelében, mert hogy Ausztria után egy jó nagy ugrással ide érkeztünk, ez a pedálos szap majdnem olyan, mint egy bringa, csak éppen ülés nélkül. Azért ez a SUP pedálozás biztonságosabbnak tűnik egyensúlyban, mint a sima SUP, mert itt a kormányba is lehet kapaszkodni, és ahhoz képest meg egész jól halad. Egy kicsit olyan, mint aerobik órákon ez a lépcsőzőgép, és már csak 20 km, hölgyeim! Olasz Liszka mindjárt itt van, nyomjuk meg, kerekedjen ez a popsi! És az ember megy vele előre, ahogy csak a csövön kifér. Ó, és mindjárt beborulok. Gyertek egy versenyre! Olasz Liszka a cél! Kér hamarabb Olasz Liszkára! Ti! A Bodrog ideális helyszíne a vízi sportoknak, változatos eszközöket találni hozzá nem is ördöngősség erre. A lassan hömpölygő folyó ideális sporthelyszín kezdőknek és haladóknak, kicsiknek és nagyoknak, családoknak. Innen a Bodrog és a Tisza összefolyása, valamint a Bodrogzug egyaránt könnyen megközelíthető, akár SUP túrák keretében. Kinek hogy. De hogy a Bodrogon is lehet amerikai szörföst játszani. Kerestem a nagy hullámot. Mexikóban vagyok éppen. Mexikói Bodrogon. Tokajt és környékét kedvelik a hazai és külföldi sztárok, nem csak a bor, hanem az itteni egyedi atmoszféra miatt is. Egy egykori andezit bánya katlanja és a Bodrog közelsége különleges hangzású koncerteket, előadásokat tesz lehetővé erre. Rúzsa Magdi szinte már hazajár Tokajba, hiszen már több alkalommal lépett fel, és idén is látogatását teszi. Akkor megy! Korábban volt itt Geszti Péter, egy terepszemlén, úgymond, megnézte a helyszínt, és nagyon tetszett neki. Tényleg elvarázsolta így a környezet, a Bodrog folyó közelsége, a környező sziklafalak, és amikor itt járt, akkor azt mondta, hogy majd egyszer szeretne fellépni, és most a Jazz meg az együttes jön. A Bodrog partján idén-nyáron is kis képzavarral élve a neves előadók, a humor fene gyerekei, színészek, énekesek egymásnak adják majd a kilincset. Sörmalátát darálunk éppen, szakszóval roppantunk. Tokai borok ide vagy oda, mi a poggyásszal keressük az újdonságokat, a nem megszokott dolgokat. Így történhet az meg, hogy ebben a borok uralta régióban mi most sörözni fogunk. Az imént megroppantottuk a malátát, ugye frissen kell roppantani, és akkor most a vizet bemérjük a főzőházba. Elég sötét festő maláta. De ez is ehető? Persze. Festő malátát fogunk enni. Nem azt mondom, hogy más malátát is ettem már életem, de rögtön festő malátát enni. Ilyen nagyon... Ez olyan, mint a szemes kávét zágnék, vagy valami hasonló. Atya világ, hány liter sör fér ebbe te?
Ebben hát 1300 liter szerintem be tudunk cefézni egyszerre. Miért roppantottuk meg a malátát? A malátát meg kell roppantani, hogy az enzimeket ki tudjuk nyerni belőle. Ugye az egész malátából a teljes szemet, hogyha áztatjuk, kevesebb enzim ázik ki. Ezért nem törjük, csak megroppantjuk, megtörjük a malátát. Rengetegféle maláta, rengetegféle komló van. Ezzel lehet játszani, hogy ki milyen ízvilágot szeretne összehozni. Miből nem lehet sört csinálni? Vagy melyik a nagyobb halmaz, amiből sört lehet csinálni, vagy amiből nem lehet sört csinálni? Szerintem már inkább amiből lehet, az a nagyobb halmaz. Lassan olyan, mint a pálinka főzés, hogy mindenből lehet már lassan pálinkát, már sört is lehet szinte mindenből. Mi van ebben a sör, vagy ilyen piros? Fekete ribizlőt tettünk bele. És hogyha megnézzük a sör történelmét, akkor mindent is lefőztek annak idején. És a 16. század környékéről maradt ránk egy olyan recept, ahol az angol háziasszonyok sült húst, sült kakashúst, kakastökét és kakastarét tettek bele viszkibe vagy rumba, ez receptfüggő. És utána ebből készítették az uruknak a sört, amitől azt is várták, hogy kicsit jobban teljesít majd. A szokatlan tavaszi hűvösség miatt a Bodrogban olyan nagy fürdést még nem lehet rendezni, így zárt térben kapcsolódunk ki kicsit Tokaj városában. Eszünk, iszunk, kicsit megpihenünk, kiengedjük a gőzt. Most pedig eltávolodunk a várostól, a közeli Tímár településre autózunk, egy igazi állatmesebirodalomba. Ő a Berci? Ő a Bercike, igen. És a másik? Pajti. Pajti. A Berci volt először. Pajti, gyere te is egyébként, mert a Berci megzabál mindent. Igen. Őt meg lehet simogatni, ő olyan, mint egy kutya. Ő kijön a nyájból, nagyon, Borika, nagyon különleges. Szia, Borika. Igen. Gyere egy kicsit, még hagyj simogatni. Ezt nem lehet megenni dollárt. Ha megeszed a kamerát dollár, akkor nem lesz mivel forgatni, tudod? Bár Manna a hely gazdasszonya Csacsi országnak nevezte el birodalmát, azért látni itt a csacsikon kívül még él rengeteg más állat is. Hihetetlenül furcsa fejű bárányok, törpekecskék, lovak, millió kutya és sok-sok más négy és kétlábú teremtés az erre járó gyerekes családok, iskolás osztályok nagy örömére. 4 évvel ezelőtt, amikor Budapestről azt mondtad, hogy ide jössz, és ezeket az állatokat itt tartod egy ilyen végtelen nagy hektárú ház és kert is mindenbe, akkor mi volt az elképzelésed, hogy miért? Nem volt ilyen elképzelésem. Én csak egy házat akartam. Nem akartam állatokat, meg semmi ilyesmit. És akkor hogy lettek az állatok? Felett újítva az istáló, hogy képzőész vagyok, hogy lesz egy műtermem. Készen lett szépen az istáló, és úgy éreztem, hogy állatok után kiállt. Olvastam egy könyvet, aminek az egyik főhőse Szamár háton ment A-ból B-be. És akkor elkezdtem szamár képeket nézni, majd szamárból kiműveltem magam, majd rájöttem arra, hogy én nekem lehet szamaram is, hiszen már van házam, istálom, mindenem.
És akkor így érkeztek meg először a szamarak. Utána lesz, hát hogyha vannak szamarak, akkor miért ne legyenek bárányok? Egy bárány, kettő, három, és akkor így hozta magát. Most már 8-an vannak. Don't go to church on Sunday. Don't get on my knees to pray. Don't memorize the books or the Bible. I got my own special way. Ha a bioszórán erre kirándul az osztály, itt besegíthetnek az állatgondozásba, etetésbe, átélhetik velük a vidéki romantikát. Manna kedvenceinek egyébként bejárása van a falubeli szomszédokhoz is, ott is legelhetik a füvet élő fűnyírók módjára. A rovat együttműködő partnere a Magyar Turisztikai Ügynökség. Hát így él ez a sok békés háziállati tímáron. Legelgetik a füvet, jól érzik magukat, csupa szív és szeretet mindenki. Ebben a hangulatban búcsúzik ma a podgyász, de hát jövünk a jövő héten is ugyanilyen szeretetben, ugyanilyen sok állattal. Addig a Facebookon, YouTube-on, Instagramon vissza lehet nézni a régebbi adásokat, a szeretetet megtalálni benne. Viszlát mindenkinek, szép hétvégét!